Na, üdvözlök mindenkit! Ígértem mára még egy bejelentkezést. Itt elég sokan írtatok ma nekem, ugye itt a mai helyzettel. És gondoltam, hogy ennyi levélre nem tudok válaszolni, szóval lehet, hogy csinálok akkor egy videót azoknak az embereknek, akik írtak nekem ezzel a témával kapcsolatban. Ugye egy pár dolgot itt azért reggel felvetettem egy posztban, és utána volt egy rövid videó is, mert már a poszt után rengeteg kérdés, meg téma jött fel, és akkor utána ugye, ahogy beszéltünk az Istvánnal is, a Jakab Istvánnal, ő az ő videója után is elég sok kérdés merült fel, kommentekbe is, meg privátba is, szóval nem tudok annyi mindenkinek válaszolni, szóval mondtam, hogy akkor mondok egy pár szót, hogy mi az, amit én gondolok erről a mostani helyzetről. Szóval ezt senki ne vegye egy készpénznek. Én elmondom az én rálátásomat erre a helyzetre, mi az, amit gondolok, mondjuk úgy, hogy a teljesen realista szemszögből, és talán azt hiszem, erről fogok beszélni a videónak az első felében, aztán a második felében egy kicsit ezt megpróbálom egy spirituálisabb rálátással is magyarázni, hogyha az valakinek sok lenne, akkor szerintem ott kapcsolja le, mert lehet, hogy olyan dolgokról fogok beszélni, ami mivel nem mindenkinek a látókörében van, ezért lehet, hogy azt fogja gondolni, hogy most ennek a gyereknek elmentek otthonról, vagy ugye ez egy baromság, ami teljes mértékben meg tudom érteni, mert amikor nekem ez a fajta mondjuk úgy, hogy érzékelésem vagy rálátásaim elindultak, akkor nekem is megfordult a fejembe az, hogy most elmentek otthonról először, amíg meg nem tudtam, hogy ez micsoda. Szóval nézzük azt, hogy akkor mi a mai helyzet. Ugye ez azok a dolgok, amikről most beszélni fogok, ugye ez egyfajta, fogjuk fel ezt úgy, mint egyfajta eshetőség. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ne fogadj el semmit, ne utasíts el semmit, egészen addig, ameddig a tapasztalásoddá válik. Tehát hinni sok mindenbe lehet, tehát hogyha majd a spirituális oldaláról beszélek, akkor is ugye ezt vagy elhiszed, vagy nem. Ezzel nincsen semmi gond, sőt, ne is hidd el, hanem legyen ott az eshetőség, hogy ez a dolog van. És az egész B-terves csoportnak igazából ez volt a célja itt a Facebookon. Ugye most itt ez a videó sok hely, más helyen is meg fog jelenni, szóval itt akkor mondom azt, hogy ez a Facebookon a Legyen B-terved az önellátás csoportomban megy ez az élő. Ez majd kint lesz a YouTube-on is, mert sokan kérdezik, hogy akkor az infókat, amikor átteszem a YouTube-ra, hogy akkor ezt hol lehet elérni, akkor ezt már most mondom, hogy ott a YouTube-ban ne kommenteljétek, hogy hol van ez a dolog. Szóval ez az egész csoport, ez úgy alakult, hogy mi az is a neve, hogy legyen B-terved. Tehát a B-terv az azt jelenti, hogy mi van, ha. Jó? És akkor ezzel azonnal el is veszük az élét annak a dolognak, amit már egyébként ma is egy pár helyről megkaptam, hogy hogy lehet ezt így mondani, hogy ez így lesz. Én azt mondom, hogy én ezt így látom, meg fogom pár oldalról támogatni ezeket a dolgokat, és akkor mindenki magának eldönti, hogy ez most egy valós dolog-e, kell ezzel kezdeni valamit, vagy akkor ugyanúgy megyünk tovább az életbe, aztán lesz, ami lesz, és akkor orosz rulett, ugye ez nagyon aktuális most ez a kifejezés, hogy orosz rulett. Szóval nézzük akkor, hogy mik azok a dolgok, amik ugye aktuálisak lehetnek ma. Amikor ezekről a dolgokról beszéltem 2, 3, 4, 5 évvel ezelőtt, akkor ugye tényleg lehetett azt mondani, hogy fú, hát ennek azért semmi jelentősége nincsen, mert ezek csak feltevések, de ez a világ úgy is fog tovább menni, stb. 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 Kevesen is voltunk a csoportban, tehát itt egy jó ideig voltunk 300-an, 400-an, és aztán utána, amikor jött az első pofon, akkor ugye amikor bezárták a világot, és akkor elindultak úgy mondjuk úgy a konfliktusok, akkor azért úgy elég sokan elkezdtek gondolkozni, és amikor látták azt, hogy hát ez nem csak egy szezon, hanem ugye akkor
akkor itt már ez egyre komolyabb lett, hogy az emberek elkezdtek felébredni, és azért vagyunk ma itt 67 ezeren. Egy pár ilyen kellemetlenkedő, trollkodó kivételével, akik mulatják itt az időt, és gáncsoskodnak mindenben, azoktól eltekintve, azokkal sincsen semmi baj, mert ez is egy tudatállapot. De alapvetően azért itt azért gyűltünk össze ebbe a csoportban, hogy felkészüljünk egy B-tervre. A B-terv az azt jelenti, hogy nem feltétlen kell az A-tervet eldobni, de készíts magadnak egy olyan tervet, hogy mi van, ha tényleg ezek a dolgok történnek, ami mondjuk Conteónak számított mondjuk még 2 éve, az igazából mindenbe bizonyosodott már, szóval itt a mai Conteó világban is ugye van egy csomó ilyen feltevés, lehet, hogy valaki erre is azt mondja, hogy Conteó, hát ezt majd mindannyian meg fogjuk látni egy pár hónap múlva, 1-2 éven belül, hogy amit mondtam, az most ez igaz lesz-e, vagy aktuális-e, vagy kell ezzel valamit kezdeni. Jó, szóval előre is szeretnék megkérni mindenkit, akit a téma nem érdekel, aki nem ért egyet, az ne tegyen fel olyan kommenteket, ami ilyen vitára hívó, vagy nem is vitára hívó, mert kérdéseket mindig lehet föltenni, a kérdésekre mindig szívesen válaszolok, de amikor valakik ilyen gáncsoskodó módon akarnak beleállni a történetbe, akkor azokat nem fogok, arra nem fogok válaszolni, nem fogok reagálni, sőt, igazából le se akarom húzni a témát ilyenekkel. Oké. Pár évvel ezelőtt, amikor én nekem a fejemben már jártak ezek a dolgok, hogy ez a B-terve szükséges lehet a saját életembe, akkor én azt láttam, hogy itt ez az egész világgazdaság az nagyon illabil, tehát labilis. Ami azt jelenti, hogy ugye már rengeteg előadást hallottunk, hogyha valakit a téma érdekel, és nem teljesen szűz ez neki, hogy ez most belecsöppent ebbe a világba, és így nem is hallott ezekről a dolgokról, de hogy ez az egész lufi pénz, akkor a bankrendszer, hogy milyen a világunkat milyenféle gazdasági háttérhatalom mozgatja, most már azt hiszem ezekről nyíltan lehet beszélni, mert nyilvánvaló, hogy gazdasági érdekek mozgatnak mindent, a politikát, a pénzt, a tőzsdét, stb. És ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy itt igazából ez az aranyfedezet, ez nincs meg. És arra is fény derült, hogy ez a fajta fogyasztói társadalom, ez nem fenntartható. Tehát ezt látjuk, hogy mindig a fogyasztói társadalom mindig úgy működik, hogy vegyél, 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 és akkor az igényekre keltünk egy vágyat, és akkor az igények kielégítésére teremtünk egy piacot, szóval ez egy egész egy manipulált történet, és ez egészen odáig fajult el, hogy igazából már elfogyasztottuk az év felénél a földet, tehát hogy ez nyilvánvalóan nem fenntartható ez a dolog, és ugye ilyenkor mi szokott lenni? Tehát ugye a történelem mindig ismétli magát, mindig amikor van egy gazdasági világválság, akkor csinálnak egy háborút. A háborúban leromboljuk a gazdaságot, akkor utána mindig jön egy nagy megmentő, és a nagy megmentő akar valami megoldást ajánlani, ami újra elindítja majd a gazdaságot, és akkor itt ebből szépen lehet profitálni. Na most, hogy ebbe, hogy hányan sajnos hullanak el, ugye az őket ez nem érdekli. Szóval itt a gazdaság egy olyan alapokon áll, hogy igazából ez nem egy valós dolog. Tehát az a pénz, amiről itt beszélnek, ez nincs. Nincs meg az aranyfedezet, ezt csak nyomtatják a pénzt, a valós háttere ennek nincs meg. És mindenki, aki pénzzel foglalkozik, nagyon sok pénzügyi szakértőt megnéztem, akik nagyon komolyan vizsgálják a mostani helyzetet, és szinte mindenki azt mondja, hogy egy nagyon komoly világválság előtt állunk. Lehet, hogy egy olyan világválság előtt állunk, amilyen soha nem volt. Na most ugye a világválságoknak a következménye az mindig egy háború szokott lenni, pláne ugye a gazdasági érdekek azok összecsapnak, és hogyha itt valaki mélyebben ránéz erre az orosz-ukrán konfliktusra, és úgy tényleg kipuhatolja, hogy itt mi van a háttérben, akkor itt mindenkinek világos, hogy itt miről van szó, hogy itt Amerika mit csinál, de ebbe a részében nem akarok belemenni, ezt mindenki utána nézhet. Nézzük egy másik oldalról. Tehát a gazdaság, ez a fajta gazdaság nem fenntartható. Nézzük mondjuk a környezet oldaláról. A környezetet azt természetesen ugye ebből fakad, a fogyasztói társadalomból fakad az, hogy ugye a környezetet azt
teljes mértékben tönkretettük, mert ugye ez a kizsákmányolásnak a hangulata, ez a fajta mód, hogy mi vagyunk az univerzumnak a közepe, és az emberiség az egy milyen csodálatos faj, és minden őróla kell, hogy szóljon. Tehát minden azért van, a föld azért van, a víz azért van, hogy az minket ellásson. Na most itt egy dolgot azért vegyünk figyelembe. Bármelyik létforma itt a Földön, beszéljünk mondjuk a Földben lévő férgekről, rovarokról, stb., amik fenntartják itt ezt a rendszert, akkor mondjuk úgy, hogy egy pár hónapon, ha azok eltűnnének, egy pár hónapon belül igazából mindannyian eltűnnénk a Földről, nem lenne élet. Na most, hogyha bizonyos másféle élőlények eltűnnének a Földről, akik mondjuk egy kicsit fejlettebb lények, akkor mondjuk azt úgy megérezné az ökoszisztéma. Viszont, hogy az ember eltűnne a Földről, akkor igazából a természet virágzana. Szóval ez egy érdemes elgondolkozni, hogy mennyire vagyunk mi az evolúciónak a teteje, hogyha ezt a dolgot tudjuk csinálni. Tehát itt az egész környezetvédelmi dolog, vagy ez az egész klímatörténet, meg környezetszennyezés, most itt nem arról a fajta környezetszennyezésről beszélek, amit már megint ugye valaki ezt a szelet befogta, és akkor itt a háttérben már ezzel is manipulálják az embereket, a gazdaságot, hogy az olajról hogyan lobbizzuk át az egész minden világmindenséget itt a napelem, meg ugye ezekre a dolgokra, a zöld energiák. Tehát az sem igaz, de az tény, hogy az emberiség egy olyan szintre süllyedt a fogyasztói társadalomban való elhűléstől, hogy itt igazából semmi nem számít, csak a mai profitod. Tehát, hogyha nézed, írták a fákat, stb., tehát kiveszik az olajat, mindegy, az holnap keres meg, az, hogy az unokádnak lesz-e helyebb a világban friss levegő vagy víz, az már nem érdekes. Szóval ez a dolog sem fenntartható. Most nézzük meg azt, hogy az emberiségnek a tulajdonságai, hogy az emberi értékek milyen tempóban degradálódtak, hogy mennyire eltávolodtunk akár egymástól, akár a természettől, ez a fajta elidegenedés. Pont a Máté Gábornak a videóját osztottam meg valamelyik nap, amiben erről az elidegenedésről beszél, és nagyon csodálatosan összefoglalja ezt az egészet, az oldalamon megtalálhatjátok a videót. Hogy az emberi kapcsolatokban hogyan idegenedünk el egymástól. És természetesen erre hajaz rá az egész okos civilizáció. Tehát, hogy ez a digitalizálás, akkor ezek a fajta mindenféle dologgal próbálják kihelyettesíteni az emberi agy funkcióját. Tehát, hogyha azt azért figyelembe kell venni, hogy amennyire okos a telefonod, annyira nem használod te az agyadat. Szóval, hogy az egész dolog mire van kitalálva. És akkor itt ugye már megyünk arra az irányba megyünk, hogy ugye akkor itt megint egy kicsit ugye, mondjuk ugye a konteó, vagy a félig valóság, vagy a teljes valóság irányában, hogy itt megyünk a transhumanizmus, és ez a technokrácia, és ez a digitális kommunizmus irányába, ami úgy gondolom, hogy hosszú távon szintén nem működő történet. Az emberi tulajdonságok hihetetlen mértékben degradálódtak az elmúlt pár száz évben, pont ezekből kifolyólag, amikről itt már elkezdtem beszélni, szóval mondjuk azt, hogy az emberiség is, hogyha ilyen irányba degradálódik, én úgy gondolom a század végét nem élné meg. Mi más még? Mit hagytam még itt ki? Szóval ez egy nem fenntartható világ, és itt most két választásunk van, ez nem kétséges. Az, hogy az emberiség egy része felébred, és igazából az már elég lehet arra, hogy akkor tudunk megalapozni egy új világot, és akkor ezt szépen ebbe erőfeszítést teszünk. Tehát nem csak beszélünk róla, hanem ezeket a dolgokat elkezdjük megteremteni az anyagban. A másik verzió, az arról inkább még igazából beszélni is szeretnék, mert akkor itt jönnek majd olyan filmek előre, mint amit tudom, meg jó párszor megcsinálták, ugye ez a lopott idő, akkor az emlékek őrzői. Tehát ezt már filmben megcsinálták igazából itt, hogy milyen világra számíthatunk. Ugye ezt a Jakab István ma úgy fogalmazta meg, hogy jön a Mad Max-nek a világa. Szóval, hogy én nem tudom
elképzelni azt, amit jó pár ember elképzel, hogy ez egy ilyen rózsaszín kötfelhőben az ember, akkor itt elképzeli, jaj, majd itt mindenki megjavul, és akkor majd itt az emberiség egy nap magához tér, és akkor itt minden megváltozik, és ennyi lenne a munkánk ezzel a történettel. Szóval én úgy gondolom, hogy nem, hanem itt egy drasztikus változásnak kell lenni. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy a történelemben a természet hogyan újítja meg magát. Tehát azért itt remélem, hogy ebben a csoportban majdnem mindenki szerintem úgy gondolkozik, hogy ez a természet azért egy olyan élő, tudatos organizmus, ami nyilvánvalóan egy csodálatos rendszer szerint működik. Tehát ez egy olyan rendszer, ami egy tudatos intelligenciával rendelkező rendszer, ez a makrokozmosz egy rendszer, és igazából mi ennek a részei vagyunk, mondjuk úgy, hogy a kis sejtjei vagyunk ennek a dolognak, mert elég nyilvánvalóan látjuk azt, hogy ez a rendszer ez egy szempontból tökéletes. Tehát ahogy működik a kozmosz, ahogy működik a természet, ahogy működik az emberi test, az egész dolog egy rendszer. És hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy a világban történő dolgok, mondjuk tegyük fel ez a Földön történő dolgok, az a makrokozmosznak a testében az egy fajta rákos sejt. Tehát, hogy itt a természet hogyan reagál mindig, amikor valami helytelen dolog történik, akkor mindig azt látjuk, hogy hát igen, akkor itt jönnek a csapások, és akkor itt visszavág a természet. Tehát ha valahol itt rosszul cselekszünk, nem harmóniában vele, akkor látjuk azt, hogy milyen környezeti katasztrófák minden söpör végig a világon. Tehát itt megint ez a dolog, hogyha ebben a rendszerben gondolkozunk, akkor látjuk azt, hogy igen, itt, hogyha nem szól közbe a természet, de amúgy közbe szól, akkor itt ez oda vezetne, hogy igazából az emberiség akár ebbe a századba kihalhat. Lehetséges. Persze nem ez fog történni, mert ugye ez a makrokozmosz azért egy olyan élő, óriási organizmus, egy rendszer, ami önmagát állandóan helyreállítja. Ugyanúgy, ahogy megy a tavasz, nyár, ősz, tél, és ugye amikor minden mondjuk úgy, hogy elhal a télen, akkor utána jön egy tavasz, és akkor ez újra kezdődik. Szóval én ezt valahogy úgy látom, hogy itt a világ az nem egy lineáris módon működik, hanem ciklikus módon. És ezt mindenki látja, mert ciklikus módon működik minden. Nappal, éjszaka, tavasz, nyár, ősz, tél, minden ciklus, tehát mindig visszatér az a dolog, mindig van egy elpusztulás, egy megújulás, születés, halál. És látjuk azt is, hogy bizonyos korok váltakoznak. Ugye nagyon sokan beszélnek itt a délelőtti beszélgetésben is volt arról szó, hogy itt jön egyfajta aranykor. Én valamennyire elkezdtem kifejteni, de nem akartam elvenni az időt az Istvántól, hogy ő beszéljen, hanem tényleg egy pár mondatot próbáltam mondani, de akkor ezt most megpróbálom kifejteni. Tehát ugye most ugye eddig beszéltünk arról, hogy a gazdaság, ugye a szociális problémák, az emberi értékeknek a lesüllyedéséből származó konfliktusok, háborúk, környezet tönkretétele. Ezek mind olyan dolgok, ami eléggé arra utal, hogy itt valami korrigációra van, vagy korrekcióra van szükség, és ez lesz is. Most menjünk el abba az irányba, hogy akkor ezt hogyan támasztják alá a különböző tudományok, amik mondjuk például az asztrológia. Na most bizonyos helyeken az asztrológiát már egy komoly tudománynak gondolják, valahol ezotériának, de alapvetően minden komoly csillagász az látja azt, hogy itt egy nagyon komoly összefüggések vannak, és hogy a bolygóknak a hatásai azok nagyon igenis determinálják ugye az életet a Földön, meg mindenhol máshol ugye az univerzumban. Szóval ez az asztrológiának a tudománya egy nagyon ősi történet. Sokféle ága van, ami el is torzult, de az a lényeg, hogy nagyjából a bolygóknak az állásából, a helyzetéből, a konstellációból mindig azért következtethető az, hogy hogyan megy egy természetes folyamata ugye a világnak, hogy
mondjuk lehet azt látni, hogy akár most nézzük a korszakok szemszögéből, mert most nem akarok belemenni abba, hogy egyénileg, majd lehet, hogy egy kicsit arról is beszélek, hogy egyénileg hogyan működünk ebben, hogy hogyan éljük meg azt, vagy mennyire vagyunk determináltak egy bolygó konstellációtól. De a lényeg az, hogy az egész univerzum ugyanúgy, mint ahogy van ez a körforgás, hogy tavasz-nyár-ősztél, ez mindig visszatér önmagában. És itt az asztrológia is, hogyha most újra idézem ezt a délelőtti Surya Siddhanta-nak a tudását, vagy az elméleteit, vagy a információját, akkor azt fogjuk látni, hogy különböző korszakok változnak, és a különböző korszakokban különböző minőség jelenik meg a Földön. Akár a környezetben, akár az emberi tudatban, az emberi képességekben, a kommunikációban. Tehát ez mindig változik, és mindig visszatér magába. Na, ezt most nagyon sok helyen... akár ilyen metafizikai tudományokban is, vagy spiritualitásokban is beszélnek erről, hogy aranykorszak, bronzkorszak, vagy ezüstkorszak, bronzkorszak, vaskorszak, és ez így állandóan változik. De most ezt próbálom elmagyarázni egy kicsit mondjuk úgy ilyen tudományosabban, hogy ez hogyan van a Surya Siddhanta szerint. A Surya Siddhanta azt mondja, hogy az egész galaxisunk, az naprendszerek halmazából áll, és ahogyan a mi naprendszerünkben a nap körül mennek a bolygók, és bizonyos fajta ciklikusságot teremtenek, hónapok, évszakok, stb., ugyanúgy ez a naprendszer, ez pörög egy ilyen, vagy megy körbe egy ilyen ős nap körül, egyfajta logosz körül, egy ellipszis formában. És ezt az egész teljes kört, ez 26 ezer évente teszi meg. Na most ez az ősnap, ez nem az ellipszis közepében van, hanem az egyik oldalában. Ami azt jelenti, hogy a naprendszerünk egyszer közeledik ehhez az ősnaphoz, utána megkerüli, és eltávolodik hozzá, és akkor 26 ezer évente visszatér ugyanabba a helyzetbe. Ezt magyarázza például ez az ősi asztrológiai írás. És ezzel magyarázható az, hogy miért változnak a korszakoknak a minőségei. Amikor az ősnap körül jár a naprendszerünk, akkor az éteri szint automatikusan megemelkedik, mert a tűznek mindig van egy éteri kiterjedése, tehát egy éteri hatása. Az éter pedig azt jelenti, hogy nagyon-nagyon megemeli a tudatot, és kinyit egy tágabb érzékelést, azaz mondjuk azt, hogy amikor a naprendszerünk abba a régióban jár, hogy közel van az ősnaphoz, akkor az emberiségnek a tudata olyan mértékben emelkedik, hogy rálátásunk van más dimenziókra, nem csak azt látjuk, hogy anyag létezik, látjuk a finom fizikális rendszerünket, akár energetikai rendszerünket, egészen akár a spirituális szintig érzékeltünk, sokkal könnyen megvalósítani a metafizikai szférákat, látni a kommunikáció olyan, hogy gondolatban kommunikálunk. Régi korokban, ugye amikor látunk ilyen különböző krikszkrakszokat, vagy hieroglifák, vagy bármi ilyen jellegű írásokat, ez nem azért volt, amit a tudósok mondanak, hogy ez olyan primitívek voltak, hogy ezek csak ilyen szimbólumokba, meg krikszkrakszokba beszélgettek, mert ennyire nem tudtak, hanem azért, mert nagyon magas szintű volt a kommunikáció, és ezek szimbólumok voltak, és a szimbólumok mögött nagyon mély tartalom volt, és nem kellett annyit beszélni. Ugye a mai korra, amikor ez a naprendszer eltávolodik ettől az ősnaptól, és leesik az éteri szint, akkor egyre jobban beszűkül az érzékelés, egyre kevesebb a megértés a világról, önmagunkról, és a kommunikáció is elkezd eldegradálódni, és akkor elindul az, hogy utána már nem gondolatban kommunikálunk, utána elindul az, hogy elkezdünk beszélni, de már a beszédet se értjük, tehát amit mondunk, a másiknak már igazából azt se érti, mert annyira eltávolodik, annyira degradálódik a tudat, és beszűkül, és az emberiségnek a minősége,
az egy nagyon szép, kiegyensúlyozott, harmonikus, természetben közel álló civilizációtól elkezd ledegradálódni a barbár felé, a nagy az anyagban mozgó felé, és aztán utána tesz egy kört, és elindul visszafelé, és utána elkezd újra, ahogy közeledünk megint, akkor elkezd emelkedni újra a tudat, most ezt ne értsük senki félre, mert én nem arról beszélek, hogy itt egy dimenziót fogunk ugrani, mert ez a Föld, ez a 3D dimenzió, ez mindig ez maradt, tehát itt az anyagközpontú, ez a földelem a domináns, de attól függetlenül ebben a dimenzióban még mindig egy magasabb szintű élet lehetséges, és itt, hogy ezt most időben hogyan rakjuk el, akkor megint hivatkozom akkor itt a Surya Siddhantára, tehát 5000 évvel ezelőtt volt az, amikor elkezdődött az úgynevezett Kali Yuga, ez a degradált korszak. Ott volt egy-két jóslat is, hogy 10 000 év, vagy 5000 év múlva elkezdődik majd egy pozitív időszak, amikor újra emelkedni fog az emberiség. Na most, hogyha azt a számítást, időszámítást nézzük, akkor 5000 évvel ezelőtt kezdődött a Kali Yuga, tartott 2400 évig, és Buddhának a megjelenésénél volt egy váltás. Tehát itt a Surya Siddhanta azt magyarázza, hogy most itt nem Kali Yugában vagy Vaskorban vagyunk, hanem már a Dvápara Yugában, mert ezek a korszakok úgy mennek, hogy amikor az őslogoshoz a legközelebb van a naprendszer, az az aranykornak a fele. Tehát ugye akkor megy bele az aranykorba, ott visszajön, és akkor utána elindul, hogy akkor bronzkor, vagy ezüstkor, bronzkor, vaskor, megint elértünk az ellipszis feléig, ott megy egy másik időszakot még a vaskorban, és akkor bronzkor, ezüstkor, aranykor. Tehát látjuk azt, hogyha 5000 évvel ezelőtt volt ez a fajta vaskor kezdete, amikor eléggé elindult, ledegradálódott az emberiség, és elindult a barbarizmus irányába, és látjuk, hogy milyen volt úgymond ez a sötét időszak, akkor utána elkezdett emelkedni, és igazából most ott tartunk a Surya Siddhanta szerint, hogy olyan 2080 körül fogunk átmenni ebbe az úgynevezett ezüstkor vagy tréta jugába, amikor lesz egyfajta emelkedés, tudati emelkedés unblock az emberiségben, ami már most elkezdődött. Tehát ez a század, ez arról szól, hogy itt bizonyos régi rendszerek le fognak omlani, ami eddig működött. Miért? Azért működött, mert egy olyan fajta determinált tudat működtette. És mivel az emberek elkezdenek kinyílni, elkezdenek ébredni, akkor ezeket a rendszereket azt mondják, ledobják magukról, hogy ez hülyeség, ez egy nagyon dogmatikus, ez egy nem működő dolog, és akkor itt minden, ugye az érzékelést kezd kinyílni, és akkor átmegyünk egy másik szférába, szépen lassan, nem egyik napról a másikra, hogy hú, holnap beköszöntött az aranykor, és puff, átugrottunk egy dimenziót, ugye vannak ilyen elméletek, ilyen ezoterikus elméletek, tehát ez hülyeség, ez soha nem így fog történni, hanem ugyanúgy, mint ahogy a tél átmegy a tavaszba, van egy változás, ez általában az asztrológiában 2 évente, 20 évente, 200 évente, 2000 évente, történnek dolgok, szóval én úgy gondolom, hogy ez a század és a következő században itt jelentősen meg fog változni az emberiségnek a minősége, viszont most itt abban a helyzetben vagyunk, hogy van egy korszakváltás, ami azt jelenti, hogy a több ezer éves régi rendszerek, pénzügyi rendszer, kulturális, mindenféle ilyen dolog, ami erre az alacsony tudatra épült, az most ugye már nem működik, és jön egy ébredő nemzedék, akik meg már ezt nem akarják, és ez az ollónak a szára egyre jobban nyílik szét. Tehát most itt az emberiség elkezd megoszlani, és akkor itt ugye hát ebből természetesen adódik egy olyan történet, hogy akkor itt van egy összecsapás. A régi az soha nem akarja adni az újnak a stafétabotot, mert ugye az érdekei. Pláne ugye mindig a sötét materializmusnak a korában mindig az van, hogy az ego nagyon domináns, és akkor ez az uralkodás, kizsákmányolás, mások elnyomása, stb. Stb. De közben meg az emberiség egy része, az már elindult azon az úton, hogy elkezd szépen tisztán látni, és azt mondja, hogy köszönjük szépen, ezt mi nem kérjük, és ebből természetesen lesz egy konfliktus. Tehát minden régi rendszer úgy omlik le, hogy előtte van egy konfliktus. És akkor ott az sajnos veszteségekkel jár. Miért nem lehet ezt megoldani úgy, hogy békésen történjen? Hát ebből, amit elmondtam, hogy itt nagyon nagy érdekkülönbségek vannak, itt két nagy érdekcsoport van, ugye akik az újat szeretnék, akik a régit akarják még továbbra is kiaknázni, és akkor ezek sajnos össze fognak csapni, és itt egy ilyen korszakváltásnál mindig az van, hogy
Hát na, ezt nagyon nehéz kimondani, mert ugye most nem egy jövőről beszélünk, ami távol van, hanem ez itt van. Az alapvetően mindig egy óriási pusztulással jár. Mert el kell tűnni a réginek, és itt sajnos itt emberekről is beszélünk sajnos. Szóval, hogy itt az van, hogy egy régi emberi minőség, akik nem ugorják meg azt a fajta fejlődést, akkor itt ők automatikusan ki vannak véve ebből a történetből, és akkor itt nézhetjük azt, hogy ez nem csak úgy van, hogy most ember embert, hanem itt, mivel az univerzum egy élő organizmus, és ennek van intelligenciája, tudata, akkor ezt úgy el fogja rendezni, hogy itt minden formában, akár eszközként használva a régi negatív hatalom vagy az erőnek az eszközeit, de egymásnak ugrasztja őket, és akkor szépen elkezd tisztulni itt ez a dolog. És mondjuk úgy, hogy mindennek, aminek nincs itt helye, akár azt is mondhatjuk, nagyon fájó dolog, de hogy mindenkinek, akinek nincs itt helye, az valamilyen úton, módon fog vándorolni egy következő életbe, és akkor majd egy másik szférában folytatja azt az útját, ami ugye a tanulásnak az útja, hogyha itt nem sikerült, akkor osztályismétlés van, és akkor egy másik szférában majd ez megy tovább. Na most, ez nem csak most történt, hanem hogyha bizonyos irodalmakat megnézünk, akár itt tegnap beszéltem itt a Golenya Ágnessel, akinek nagyon jó könyvei vannak erről, egy ilyen őskor kutató, spirituális tanító hölgy, majd beszéltük, hogy itt fogunk vele is egy előadást csinálni. Ő is nagyon sokat kutatta ezeket a dolgokat, meg hát, hogyha megyünk még visszább, akkor nagyon nagy intellektusok és spirituális tanítók kutatták ezt az ősi világot, akár a Blavatskyt, hogyha említjük, ugye a titkos tanítások, ez Magyarországon is megvan, de még Hambas Béla is beszél róla. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy bizonyos korszakok, ahogy ez a 26 ezer év megy, bizonyos korszakok is váltják egymást. Na most, hogyha ezeket a tanításokat megnézzük és megvizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy itt mindig 7 korszak megy egy nagy körben, mondjuk úgy, hogy ez például a Puránákban le is írják, ugye, hogy milyen jugák, akkor vannak a kalpák, ezek különböző mahákalpák, különböző szisztémában ciklikusan változik egy, ugyanúgy a makrokozmosnak is van egy éjszakája, meg egy visszahúzódása, és aztán utána kiáradás, amit mondjuk ősrobbanásnak titulálunk, ez sem egyszer volt, hanem azt írják, hogy nagyon sokszor volt. És akkor ebben az egész tudati evolúcióban egy bizonyos fajta lélek mennyiség játszik, és akkor mindig az a történet, hogy egy tudati emelkedésen keresztül egy spirális módon életről életre, létformáról létformára, dimenzióról dimenzióra, ő jön itt és tapasztal, és akkor emelkedik fölfelé, arra a szférára, ahonnan kilép már egy fejlődő lény, és föllép mondjuk egy föntebbi szférába, akkor oda egy alulról jövő kezd bejönni, és ugyanazt a leckét járja. Hát ugyanúgy, mint az iskolában, hogy akkor itt, aki az első osztályt kijárja, megy egy másodikba, aki még óvodából jön, az megy az elsőbe, és ezek a szférák, ezek mindig megvannak. Na most a korszakok a szférákon belüli minőséget változtatják, ugyanúgy, mint a tavasz-nyár-ősztél, hogy mindig egy másfajta kvalitása van a körülménynek, az emberiségnek, stb. Na most itt jó páran, ugye, akik ezt vizsgálták, akkor mondják azt, hogy most itt mi egy ötödik nagy korban vagyunk, és minden nagy korban van hét nagy kor van, most mi ennek az ötödik korában vagyunk, amit úgy hívnak, hogy árják kora, ezelőtt volt egy Atlantis, egy Lemuria, egy Hiperborea, volt egy Polaris, és minden egyes korban van hétféle emberiség. Ezt úgy mondják, hogy 7 gyökérfaj. Amik bizonyos időközönként, mint egy ilyen evolúciós folyamat, leváltják egymást, tehát mindig fejlődik tovább, mert minden a fejlődésről szól. Tehát, hogyha valaki itt azt gondolja, hogy ebben a világban itt minden a degradáció felé megy, és egyszer úgyis el fogunk pusztulni, ez csak kívülről néz ki úgy, mert alapvetően minden azért történik, hogy egy fejlődést kapjunk. Tehát ez az egész szituáció, amiben most van az emberiség, ez pont arról szól, hogy az emberiség tanuljon egy nagyot, és akkor fejlődjön. Ugye, aki nem fejlődik, az meg elbukik, és akkor osztályt ismétel, akkor az ugye arról már beszéltem. Tehát most itt vagyunk, most a gyökérfajt, ezt ne úgy képzeljük el, hogy akkor van egyfajta emberiség, és utána meg itt jönnek majd a mindenféle ilyen halképű, meg mindenféle emberek majd a következőbét megjelennek itt egy pár éven belül.
A fizikai változás is fog történni. Tehát ezt a mai tudósok megállapították, hogy igazából a mai emberiségnek a fizikuma, az agy felépítése, a kapacitása, ez elérte a maximumot. Tehát, hogyha itt valami jelentősebb változás nem történik az univerzum struktúrájában, akkor nem tudunk tovább fejlődni. Amin lehet fejlődni az az, hogy ezt a fajta agykapacitás, vagy ugye ezeket a tulajdonságot hogyan tudjuk jobban használni. Tehát itt ezt tudjuk, hogyha az agyunkban több sejt lenne, vagy több neuron lenne, az sokkal több energiát használna, és lehet, hogy valaki lenne egy zseni, de a testi képességei visszaszorulnának. Tehát ezt láthatjuk is, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos fajta testi képességben hátrébb vannak, mint egy átlag, de közben meg vannak zseni tulajdonságai. Ez azért van, mert az agy sokkal több, hogy mondjam, sokkal nagyobb a lefoglaltsága az agynak, és ezért bizonyos területek háttérbe szorulnak. Szóval itt nem tudunk tovább fejlődni, és akkor itt majd a következő úgymond gyökérfaj, ami majd lesz, egy pár száz év alatt átváltozik egy másik minőségű emberiségre, akkor itt ezek a dolgok majd másképpen fognak történni, akár a külsőben is. Ugye az előző emberiségek is valamennyire igazából ez az elmélet összhangban van itt az evolúciós elmélettel, csak nem pont úgy, ahogy ott a Darwin tálalta, hanem itt az, hogy pontosan itt a tudati evolúcióról van szó. Na mindegy, szóval itt, hogyha ezt a szempontot nézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy asztrológiai szempontból, ami egyébként ma már minden asztrológus elmondja ugyanezt, nem ilyen részletesen a mélységében, hanem hogy itt mi történik, hogy itt egy változás van, most milyen bolygóállások vannak, és akkor itt minden vége van, akkor itt az elmúlt 2 év a Szaturnuszról és az Uránuszról szól, a Szaturnusz és az Uránusznak az együttállása az azt fogja eredményezni, hogy minden nem működő rendszer leomlik, és akkor utána elindul majd egy új, szóval erről mindenki beszél, mert ez nyilvánvaló, és ezt látjuk is. Na most ugye, hogy itt volt egy-két kérdés, meg komment azzal kapcsolatban, hogy itt nem lesz háború, meg itt is hülyeség, ez a média fújja föl, és akkor ez és az. Persze, ezek lehet, hogy igaz dolgok a felületen. De hogy itt mi történik a háttérben, akkor azt látjuk, hogy itt egy őrült nagy konfliktus van. És igazából a háború az nem most kezdődött, hanem ez már régóta tart, csak most nyúltak először fegyverekhez. És itt az emberiségnek a lecserélődése is már tart, tehát itt jönnek a mindenféle természeti csapások, a betegségek, a természetesen kreált betegségek, aztán a mesterségesen kreált betegségek, minden jön, ami arra enged következtetni, hogy itt kell megcsappanjon ugye az emberiségnek, vagy egy van egy szűrés, egy természetes szűrése a dolgoknak. Na most, hogyha esetleg tegyük fel, hogy ez az asztrológiai ezek az asztrológiai állítások igazak, és teljesen alátámasztják a mai gazdasági helyzetet, az összes racionális dolgot, amit így elmondtam, akkor ahhoz még tegyünk hozzá egy spirituális részt, ami már mondjuk úgy, hogy itt a legmeredekebb résznél vagyunk, mert még asztrológiáról sokan lehet, sokaknak van az a vélemény, hogy ez egy működő dolog, de amikor már arra a területre érünk, hogy akkor vannak bizonyos fajta emberek, akik érzékelnek többet, mint az átlag. Ugye ez nyilvánvalóan látjuk azt is, hogy itt vannak különböző, pláne a mai korban már azért egyre több olyan ember van, akinek nyílnak így a dolgok, nyílnak a magasabb érzékeléseik. Ugye én a jóga területéről jöttem, szóval itt én inkább a jóga irányából szoktam mindent magyarázni, de alapvetően ez minden ősi tradícióban megvannak ezek a dolgok, hogy itt igazából az ember egy bizonyos fajta szférába vagy intervallumban lát, hal, stb. És aztán igazából vannak másfajta érzékek, amik meg egy tágabb rálátást is engednek a világra. Igazából ebben semmi misztikum nincs. A misztika az az, a misztikus akkor valakinek valami, amikor túl van az ő tapasztalási szféráján.
Ha valaki valamilyen, bármilyen spirituális úton jár, akkor természetesen tudja azt, hogy az a fajta tapasztalás, amit az ember ebben a 3D világban él, ez nagyon parányi százaléka annak, ami a valóság. Ezt még a mai kvantumfizika is állítja, hogy körülbelül a itteni világnak a 4%-át érzékeljük. Hát most ez már egy eléggé felkapott téma, szóval itt nem mondok új dolgokat, akár erről szól a Matrix film, vagy annyi más dolog is, hogy itt igazából vagyunk egyfajta determinált tudatállapotba, és megvannak azok a fajta érzékeink, amik most nem aktívak, az agyunknak az a részei, amik most nem aktívak, de ezek a dolgok lehetségesek, hogy az ember egy bizonyos fajta folyamatokkal, metafizikai vagy spirituális folyamatokkal ezeket az érzékeléseket kinyitja, és elindul egyfajta felébredésnek az útján. Most a felébredés az nem azt jelenti, hogy rájövök tényekre. Ugye ma manapság mondjuk, hogy hát mennyi ember ébredt föl. Ez nem az a fajta felébredés, hanem ez egy valós felébredés, ami azt jelenti, hogy az embereknek lesz olyan tapasztalásuk a dolgokról, hogy elkezdenek más szférákat látni. Hogyha most egy kicsit a jóga területébe bemegyünk, akkor itt különböző szférák vannak, ami, hogyha mondjuk a csakrarendszert nézzük, van 7 fő szféra, ami alapján még vannak alszférák is. Akkor azt tudjuk mondani, hogy a legalsó, a gyökércsakránk az a földelem, tehát az a 3D dimenzió, tehát hogyha valakinek a tapasztalása csak ebben a szférában létezik, mint a legtöbb embernek, akkor ő csak látja a 3D világot, és akkor nem lát többet. Na most ezek fölött vannak az éteri szintek, a mentális szintek, vannak az intellektuális szintek, a kauzális szintek, és akkor itt van 5 anyagi szféra, ami az univerzum finomabb dimenzióit engedi láttatni valakinek, aki erre alkalmas. És van 2 másik spirituális szféra, ami igazából a valódi látnokoknak, tehát igazából én mindig úgy definiálom azt, hogyha valaki az igazságot látja, hogy transzcendentális szférákat tapasztal, és onnan van neki információja. Viszont ez alatt vannak az anyagi szférák is. Na most, ugye itt most arra akarok kiukadni, hogy az itt jó pár látnok beszélt arról a történetről, ami itt ma van. És ennek nyugodtan nézzetek utána, mert mondok egy pár ilyen jóslatot, ami szinte teljesen ugyanazt mondja, nem ugyanabban az időben, nem abban az országban, teljesen olyan emberek, akik nem ismerték egymást, ugyanezt a dolgot írták le, ami most itt történik, szinte teljes részletességgel, és akkor ő mondják tovább, tehát hogy itt igazából, hogyha most megnézzük, itt ajánlom Alois Illmayernek a jóslatait, ő a II. Világháborúban volt egy német kútfúró, és akkor ő arról volt híres, hogy mindent megmondott, aztán be is vitték igazából őt a bíróságra, tehát bíróság elé vitték, hogy ez egy kuruzslás, ez egy marhasság az, amit az ember beszél, és akkor úgy azért engedték el, mert a bíróságon az úriember megmondta azt, hogy a bírónak a felesége otthon mit csinál és milyen ruhában van. Na akkor őt elengedték nagyon gyorsan, és neki van egy nagyon részletes leírása, hogy hogyan fog történni az egész harmadik világháború, hogyan fog lezajlani, mik fognak történni, milyen régiókban, és aztán hogyan lesz vége, és hogyan lesz majd egy újabb világ, egy pozitív, azok a dolgok, amikről igazából én is beszéltem, de ugyanerről beszél egy ős magyar jóslat, a nyirkai jóslat, ugyanerről beszél a Nostradamus Hungaricum, és akkor mondjuk még ugye a Pió atyánk is, aki híres volt arról, hogy mindenféle dolgot megmondott, hogy egyénileg is, globálisan, és őnek is van egy jóslata mondjuk Magyarországról. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha az ember egy kicsit áttanulmányozza abban a tudatban, hogy mi van, hogyha tényleg vannak olyan emberek, akik érzékelnek többet ebből a világból, mint amit én látok. Minél emelkedettebb egy tudat, annál jobban tudja ezt befogadni, meg annál jobban tudja ezeket a dolgokat látni. De az a lényeg, hogy ezek eléggé elgondolkoztató írások, és mindegyik azt a fajta dolgot mondja. Tehát amikor én ezeket olvastam, akkor igazából ezek nekem visszaigazolások voltak arra a dologra, amit én érzékelek, vagy amit én megértettem, vagy ami info nekem lejött az elmúlt pár évben, amikor ezekről az emberekről, ezekről a jóslatokról nem is hallottam. Szóval amikor én elolvastam, uram, atyám, ez ugyanaz a dolog, ami nekem így jön, és ami miatt ezt az egész csoportot elkezdtem, ami miatt beszélek embereknek erről, akkor is, hogyha hülyének néznek. Szóval ez nagyon-nagyon egybevág ezzel az egésszel, és hogy itt egy kicsit most még itt rátérjünk arra, hogy ez hogyan is működik igazából,
akkor csak érdekességképpen, hogy ez az egész látnokiság, ez hogyan működik. Amikor az embernek a tudatossága emelkedik, most az, hogy ez az energia szint, ami mondjuk úgy, hogy gerinc mentén van, ez a tudatosság emelkedik, és bizonyos szférákat, bizonyos csakrákat megérint, akkor bizonyos fajta érzékelés mindig egyre jobban kinyílik. És akkor úgy ugye itt arról beszélünk, hogy van háromféle tudatállapot, amiben mi létezünk. És az egyik, azt úgy hívják, hogy az ébrenlét, van az álom és a mélyalvás. És aztán van egy negyedik tudatállapot, amit a jóga úgy hív, hogy turiya. A turiya azt jelenti, hogy ennek a háromnak az együttállása, és ebben a szférában az ember, hogyha valakinek ez így beüt, akkor kinyílnak azok a szférák, ami a valóságról szól, ugye az illúzió fájtla mögé be tud nézni. Na most ezek az ilyen megvilágosodás élmények, és akkor itt ha megvilágosodásról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú út, tehát ez nem úgy néz ki, hogy valakinek ez beüt. Van olyan nagyon-nagyon ritka, 100 000-ből egy, vagy 1 millióból egy, akinek van egy ilyen tapasztalása, és úgy marad, hogy folyamatosan stabil ebben az állapotban, folyamatosan látja a dimenziókat, és ő tudja, teljesen fölébredett. Általában az szokott lenni, hogy az embereknek bejön egy tapasztalás, még egy, és akkor a sok folyamatos tapasztalásból elindul egy felismerés, és először intellektuálisan világosodik meg az ember, azaz teljesen tisztában van azzal, hogy mi ez a világ, mi van azon túl, ki vagyok én, honnan jöttem, mi a dolgom, és akkor ezek a tapasztalások csak időközönként jönnek, aztán ez egyre jobban elkezd stabilizálódni, és akkor úgy az ember följebb-följebb jut ezeken a szinteken, egyre többet lát, egyre többet érzékel, és akkor ugye ez a honnan látjuk, hogyan működik az, amikor valaki látja a jövőt, hogy ez hogy van, mert az asztrológusok azok tudnak valamit predesztinálni a bolygók alapján. Ami azt jelenti, hogy a bolygók mutatják a te karmikus csomagodat, amit hozol magaddal, és hogyha valaki nagyon nem tudatos, hanem nagyon mechanikusan működik az egyéni determinációja alapján, akkor annak az egyénnek lehet megmondani igazából, hogy mi fog vele történni. Ezt mindig szokták mondani, hogy ugye egy ostobának lehet megjósolni teljes mértékben a jövőjét. Valaki minél nagyobb tudatossági szintet ér el, annál jobban lesz szabad akarata, azaz annál jobban tud dönteni, hogy ő a determinációval együtt mozdul, vagy egy kilép abból, és egy erőfeszítéssel, egy tudatossággal egy másik választás. Tehát minél tudatosabbak vagyunk, annál szabadabbak vagyunk. Csak ezt akartam mondani, hogy a sors az mennyire köt valakit, hogyha valaki teljesen a sötétségbe él, és a determinációja alapján működik, és halad előre az életbe, akkor egy asztrológus teljesen meg tudja mondani, hogy mi történik vele. Na most ezek asztrológusok. Viszont vannak úgynevezett trikálagják. A trikálagja az azt jelenti, hogy a három időnek a trikálagja, az azt jelenti, hogy a három időnek a tudója. Na most ez egy olyan fajta tudati szféra, amiben van különböző, a testünknek vannak különböző rétegei. Van az éteri szint, a mentális szint, és van egy úgynevezett kauzális testünk. A kauzális, az azt jelenti, hogy okozati test. Az okozati testünkben minden múltbéli információnk le van raktározva, mert az elménk olyan, mint egy ilyen fényképe vagy filmező kamera, és akkor mindent mindig rögzít, minden tapasztalatot, minden érzést, stb. És ez leraktározódik így a szubegónkba, a tudatalattinkba. És ez ott van ebben a kauzális testben. Tehát vannak olyan emberek, akik látják a gondolatokat, ezeket úgy hívják, hogy mentalisták. Hogyha valaki nem csaló, akkor neki van az a képesség, hogy embereknek a gondolatait lehet látni. És ennél van egy még mélyebb tapasztalás, amikor az embereknek a kauzalitását, a kauzális testét lehet látni, amiben ott van a múlt elég erősen. És hogy a jövő hogyan van ott, hát az úgy van, hogy ha valaki tudja használni azt a módszert, hogy bele tud menni egy olyan tudatállapotban, ami egyébként az alvás és az ébrenlét közötti átmenetben van, vagy az álom és a mélyalvás közötti állapotban van, akkor azon a szinten ez a háromdimenziós világnak a térideje szétcsúszik. És akkor beláthatunk, arra a pillanatra beláthatunk nagyon-nagyon sok információt, mert ugye, ha eltűnik a téridő, akkor az azt jelenti, hogy itt a filmben előre tudsz látni. És igazából ez minden emberrel történik az éjszaka, amikor alszik.
Csak hogyha valakinek erre nincs egyfajta érzékelése, akkor ebből nem érzékel semmit. Na most innen jön egyébként a déjà vu-nek az elmélete, hogy amikor, ja, ez viszont már mindenkivel volt, mert ezek ilyen ébresztő dolgok, ugye a Matrixban is mondják, hogy hiba a Matrixban. Amikor mész az utcán és látod, hogy pont valami úgy történik, mintha ez már egyszer takra így történt volna. Nem hasonló, ez történt. Na ez az egész déjà vu érzés, ez az, hogy álomban te egy ilyen szférába bele tudtál kukkantani, és meg tudtad nézni azt, hogy láttad, és ez ott lerakódott, ez az információ. Nem tudatos, fölkeltél, csak mész az út, és uram, atyám, ezt én tudom, hogy most el kell mondasz, von valaki egy mondatot, és tudod, hogy hogy fogja folytatni, és ez az egész ott van előtted, bakker, ez hogy van ez? Hát úgy, hogy ez a tudatállapotnak, abban a tudatállapotban, a kauzalitásban eltűnik ez az időkorlát, és akkor itt az elme tud bolyongani, hogy akkor most ez pont hogyan van. Na most a látnokok ezt tudatosan tudják használni. Tehát le tudnak menni abba a tudatállapotba, ami az álom és az ébrenlét között van, és ezt a szférát akkor hozzáférnek ehhez a dologhoz, mondják sokan azt, hogy akasa, ugye ez az akasa könyvtár, ugye az akasa ez az éteri könyvtár, mert az univerzumnak is van egy kauzális teste, ott az egész univerzumnak a történelmét lehet látni, az egyéni kauzális testünkben meg lehet látni egy egyénnek a történetét, és ezért vannak olyan különleges emberek, akiknek ez az érzékelése nyitott, akkor ők alapvetően bele tudnak látni embereknek akár a jövőjébe is. Én találkoztam ilyen emberrel Indiában, most ennek nem csinálnék reklámot, mert erre fölépítettek egy egész bizniszt itt, tehát ez egész pálmaleveles dolog, de hogy ez elég érdekes, amikor egy ilyen emberrel az ember találkozik, és akkor soha nem látod, de mindent elmond a múltadról, és elmondja azt is, hogy mi történik veled később, mondjuk ez 15 éve történt, és takra minden úgy volt, ahogy ő is mondta. Persze nekem a saját érzékelésem is alá támasztják ezeket a dolgokat, szóval így egyre több nyilvánul meg abból, hogy ez hogyan működik ez az egész történet. Szóval itt az a lényeg, hogy ezek a dolgok lehetségesek, és hogyha ebből a szempontból elkezdjük megérteni, hogy egy kicsit tudományosabb oldalról meglátjuk ezt, hogyan működik ez az egész látnokiság, szóval ez egy kiterjedtebb érzékelés, mint ahogy egy mikroszkóppal vagy egy távcsővel ki tudod terjeszteni a saját érzékelésedet, nekünk ezek az eszközök megvannak, ezek nekünk vannak fejlettebb érzéki megnyilvánulásaink is, csak mivel nem használjuk őket, ezért nem tudjuk. Szóval nagyjából itt ezek az összes jóslatok igazából ugyanazt a történetet támasztják alá, ami igazából az asztrológiában el van mondva, vagy amit látunk a mindennapi életben. Tehát ennek hogy én miért beszélem ezeket a dolgokat, amiket beszélek, ez azért van, mert rengeteg platformot átvizsgáltam, és teljesen egymást alátámasztó dolgok, és ez teljes mértékben egyet mutat azzal, amit én látok, érzékelek, vagy ami nekem így jön, és ez egész, most minden, amit elmondtam igazából, ez az én véleményem, tehát tényleg ez az én rálátásom, hogyha valakit elgondolkodtat, nyugodtan menjen el ebbe az irányba, kezdjenek gondolkozni, stb., és akkor, hogyha esetleg ennyi inspiráció kell ahhoz, hogy az ember életmódot váltson, és akkor elinduljon abba az irányba még időben, nem tudom, mennyire vagyunk még időben, de itt azt hiszem, hogy mindenki, aki ezt legalább részleteiben, vagy egy bizonyos részében megérti azt, amit most itt próbáltam elmondani, akkor garantáltan biztos, hogy meg fogja kapni ezt az inspirációt, hogy itt nagyon gyorsan kilép az álmok világából, hogy mi az, amit szeretnék, és hogy folytatódna ez a világ, és hogy milyen jó lenne ez, meg ez, meg ez. Sok minden más is jó lenne, de nem úgy történik a világ, ahogy feltétlen mi akarjuk, hanem van egy univerzális forgatókönyv, ami megy, és tavasz, nyár, ősz, tél, és most ebben a helyzetben vagyunk, szóval nagyjából, amit így elmondtam, én úgy érzem, úgy látom, senki ne vegye készpénznek ezt az egészet, én elmondtam az én meglátásomat, hogyha valaki ebből tud mondjuk úgy, hogy profitálni, akkor nagyon örülök, hogyha valaki inspirációt kapott, nagyon örülök, ha valaki egy hülyeségnek tartja az egészet, tiszteletbe tartom a véleményét, mert sok ilyennel találkozok, sőt több ilyennel találkozok, mint aki azt mondja, hogy hú, én is így gondolom meg, stb. Szóval
ennek ilyenkor mindig kiteszem magam, hogy ott van ez a dolog. Azt azért megkérném mindenkitől, hogy azért ezt úgy tartsa tiszteletbe az, hogy ne kelljen már mindenkivel vitatkozni, vagy veszekedni itt a kommentekbe. Tehát, hogyha nem érdekel a sztori, nyugodtan görges tovább, mondd azt, hogy hülyeség, konteó, bármi, és akkor mindenki megy a saját életében úgy előre, ahogy akar. Aztán majd természetesen az idő ezeket mindig alá fogja támasztani, hogy akkor most mi volt egy működő dolog, mi volt egy valóság, mi volt egy konteó, vagy mi volt ez egy nagyon tiszta elmélet, amit csak mondjuk jó lett volna figyelembe venni, és akkor menni vele. Szóval én úgy gondolom, hogy itt egy olyan időben vagyunk, amiben nincs idő. Tehát nincs időnk, és föl kell készülni azokra a dolgokra, mint itt a Jakab István is mondott a délelőtti videóban, hogy legalább az idéglenes átállásra itt most azért ezt vegyük komolyan, mert itt a nyakunkba lóg ez a helyzet, és ne legyen egy meglepetés az, hogy holnap nincs ez, nincs az, nincs amaz, és akkor itt pánikba kell dolgokat csinálni. Akiknek van, akik föl vannak erre készülve, akkor azok megpróbálnak úgy gondolkozni, hogy minél több embernek segíteni, meredéket adni, és akkor együtt átvészelni ezt az egészet, aztán majd idővel, amikor így a nagyja lefolyik, így az intenzív része lefolyik, akkor ugye a fölépülésben itt majd muszáj lesz együttműködni. Tehát itt nem lesz az már, hogy itt a csargunk egymásra, mert akik nem tudnak együttműködni, akik nem tudják megérteni egymást, azoknak nincs jövőjük a következő világban. Ez már nem az az egyéni világ, hogy én most akkor itt megyek, és akkor minden magamnak meg tudok csinálni, mert most ez egy olyan világ, hogy itt okay, nem érdekel senki, akkor is tudod élni az életedet, megvan a háttér hozzá. Ez pont erre fog megtanítani ez az időszak, hogy az emberek kezdjenek empatikusak lenni egymással, működjenek együtt, és ez egyfajta személyiségfejlődés. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor gyerekek nincs jövő. Szóval itt ezt mindenki gondolja át, és akkor holnap fogunk beszélgetni egyet, itt ma megkeresett a Heidi Hessem, hogyha valaki őt ismeri, akkor egy nagyon kiváló hölgy, én is nagyon tisztelem, nagyon jó dolgokat mond, gyógynövények, spirituális tanítás, nagyon jól látja a világot, és akkor mondta, hogy akkor esetleg beszéljünk mi is egyet, szóval holnap délelőtt 10-kor fogunk bejelentkezni a Heidivel, és akkor itt majd meglátjuk, hogy ő is mit gondol erről az egészről. Na, szép estét, akkor jó sokat beszéltem, kevesebbet akartam, de akkor mindenkinek hajrá!